Szeretettel köszöntelek benneteket a Tegyük a helyére című sorozatunk 122. adásában. Beszélgető partnereim, társaim, Mr. Ervin, Fóris Attila és Görbic Tamás, én pedig Takács Ferenc vagyok, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy én kérdezhetlek titeket arról, hogy mit kezdjünk a hamis prófétákkal. Ez most nagyon forró a téma, sok okból is, mert ugye itt most mindenki nyakra főre, nem csak most, hanem régebb óta is, de mostanában különösen nyakra főre mindenki prófétál, vagy hát nagyon sokan legalábbis, és hát akár az amerikai elnökválasztással kapcsolatosan, akár a Covid vírussal kapcsolatosan is, hát sok-sok minden olyan dolog is kiderült, hogy azokat, amiket mondtak az Úrnak a nevében, az Úr Jézus nevében, hát nem igazán az történt, sőt, hogy úgy mondjam, pont az ellenkezője. De mielőtt belemennénk a sűrűjébe, én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy először azt próbáljuk meghatározni, és Ervint kérdezném először, hogy mi a szerepe a profétáknak, a profétálásnak az Új és az Új Szövetségben, mi a közös, mi a különbség, vagy egyáltalán hogy néz ez ki ez a dolog? Hát ha engem kérdezel, és nyilván majd többiek is bekapcsolódnak, óriási különbség van szerintem az Ószövetségi Profitai Hivatal és az Új Szövetség profétái között. Én először is a legfontosabb különbséget abban látom, hogy a Ószövetségben ez a nabik, az Isten előtt álló emberek, ezek azért adattak és azért voltak, hogy az Isten népét, az Istennel való kapcsolatba, az Isten akarata és az Isten útmutatása szerint segítsék. Az Új Szövetségben ez a dolog, ez egy teljesen más értelmet kapott, ugyanis az a Szent Szellem, aki bennünk van, az nem kevesebb, mint Isten az emberben. Ő azért jött, hogy minden embert az Isten ismeretre, az Istennel való személyes közösségre vezessen. Ezért én azt gondolom, hogy az Új Szövetségben, noha olvassuk az Efézusi levélben is, hogy van profétálás és profétai hivatal, teljesen más szerepet tölt be. Én azt gondolom, hogy az igazi céltévesztés az abban van, hogy Ószövetséget olvasva és az Ószövetség igéit nézve megpróbálják az Új Szövetségben ezt a fajta szerepet betölteni emberek, és akkor ebből adódik az, hogy beleszólnak elnökválasztásokba, beleszólnak emberek életébe, és ebből hát nagyon-nagyon sok zavar van, mert én azt gondolom, hogy ezeket a prófétákat nem az Úr küldte. Ha az Úr küldte volna őket, akkor ezek a proféciák, ezek élnének, ezek állnának. Én azt gondolom, hogy itt valami túllihegése van, most Új Szövetségi időkről beszélünk, egy olyan hivatalnak, ami szerintem már úgy nincs érvényben, mint ahogy érvényben volt az Ószövetségben. Akkor hogy fogalmaznánk meg ezt pontosabban talán, hogy a prófétai hivatal az Új Szövetségben mennyiben különbözik a, vagy van-e prófétai hivatal, és ez mennyiben különbözik az Ószövetségitől, Tamás, hogyha téged, mint a aktuális tanítói hivatalt kérdezhetlek. Igen, hát hogy amikor Jézust megpróbálták Keresztelő Jánosra szembeállítani, akkor ő beszélt Keresztelő János szolgálatáról, és ott mondott több mindenfélét ezzel kapcsolatban. Többek között ugye megkérdezte a hallgatóságát, hogy mit mentek ki látni. Én most nem hallatszom, de hallatszom. Hogy ingó-bingó nátszálat, vagy milyen ruhába öltözött embert, és a prófétám miatt jöttetek ide, és a próféta volt, aki ide vonzott benneteket. Továbbra is Feri testvér itt a fő néző. Ezért kérdezem én, hogy én hallható vagyok amúgy egyébként? Abszolút. Igen, hallhat. Rendben, csak mert ugye mindenki beszélőnek van nyilvánítva. Na jó, tehát gyakorlatilag Jézus ugye ezt mondta, hogy az Ószövetség profétái közül János volt a legnagyobb, sőt, mindenki másnál nagyobb volt, de aki a legkisebb proféta, legkisebb az Isten országában, nagyobb proféta, mint János, és ezzel azt is kijelentette, hogy ugye az Ószövetség és a törvény Jánosig
bezárólag profétáltak. Ez azt is jelenti, hogy a profétálás megváltozott. Miért változott meg? Azért, mert az új szövetség legfontosabb ígérete, hogy Isten az ő szellemét ugye kitölti minden testre, és hogy a törvényét nem kőtáblára írja rajtunk kívül, hanem hogy a szívünkbe írja ezt a törvényt. Ez azt jelenti, hogy ugye az Ószövetségben nagy szükség volt a prófétákra, mert az embereknek a szellemében és a lelkiismeretében a szellemnek az a teljessége, ami az Új Szövetségben megvan ígérve, nem volt úgy jelen, és ezért külső segítségre és támaszra volt szükségük, és épp ez volt az erőtlenségnek az oka. Az Ószövetség erőtlenségének az oka. Az Új Szövetségben a legnagyobb próféta bennünk van. Tehát egyszerűen az a helyzet, hogy Isten szelleme bennünk van, Isten nem kívülről tanít, nem az a dolog lényege, hogy valakit Isten felken, és akkor elküldi az ő népéhez azért, hogy ez a nép vezetést kapjon, hanem mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Nem kell egyik ember a másiknak mondja, hogy gyere, ismerd meg az Urat. Van továbbra is helye a tanításnak is, van továbbra is helye a profétálásnak is, de az első számú proféta bennünk lakozik, a Szentlélek bennünket személyesen kell, hogy tanítson és vezessen, és ez az alapvető különbség az Ó és az Új Szövetség között, hogy az Új Szövetségben a proféták megerősítik azt, ami hited neked van, és nem pedig létrehozzák a hitet, ami neked nincs. És ezért rendkívül fontos az, hogy az Új Szövetségben az egész nép próféta, ahogy a Mózes így fogalmazta meg az Eldád-Médád történet kapcsán, amikor Isten elszakított ugye ebből a szellemből, és beleadta, hogy vaj, ha az Isten egész népe próféta volna. És pontosan ez teljesedik be az Új Szövetségben, ami azt jelenti, hogy egyfelől mindannyian próféták vagyunk, másfelől mindannyian prófétálhatunk, harmadrészt a prófétáknak az a szerepe, ami az Ószövetségben volt, alapvetően megváltozott. Pusztán azon elgondolkozik bárki, hogy miért mondja, hogy Keresztelő János volt a legnagyobb próféta az Ószövetségben, és az Új Szövetségben egy ma született bárány, egy tegnap újjászületett ember mégis nagyobb próféta. Szóval valaki elelmélkedik, akkor rájön arra, hogy azért, mert aki az Új Szövetségben, az Új Jézus Krisztusban újjászületik, az nagyobb ismerettel rendelkezik az Istenről, mint az összes ószövetségi próféta együttvéve. És ez hátborzongató, ez egy óriási nagy kiváltság, ez egy óriási nagy lehetőség, de azt is jelenti, hogy nem az Ószövetségben élünk, és ez az ószövetségi mintákat nem lehet egy az egyben az Új Szövetségre alkalmazni. Tehát van egyáltalán az Új Szövetségben prófétai hivatal, vagy prófétai szolgálat, vagy akik különlegesebb módon, akiken keresztül különlegesebb módon nyilvánul meg a Szent Szellemnek ez az ajándéka? Attila? Igen, hát még egy kicsit az előző kérdésekre is visszakanyarodva, bár nagyon sok mindent elmondtak már az előttem szólók. Ugye úgy indítottad, hogy mostanában mindenki profétál. Szerintem ez jó, mert ahogy el is hangzott, az Új Szövetségben mindenki, aki újjászületett proféta. Persze az, hogy ez hogyan és miképpen teszi, az megint egy más kérdés. Azt látjuk az igéből, hogy Isten eredetileg arra teremtette az embert, hogy önmagában az ember a puszta jelenlétével egy üzenet legyen Istenről. Istennek a képmására teremtette meg az embert, Isten, és azt is tudjuk, hogy a kezdettől fogva, a teremtéstől fogva, ahogy mindig is a sátán próbálta el torzítani Istennek az igéjét, az Istenről szóló üzenetet, az Istenről szóló kijelentést. Így az embert is, mint egy Istenről szóló kijelentést eltorzította, és látjuk a bukott ember sorsának az alakulását. Viszont, ahogy a Tamás is utalt rá, azt mondja ugye Jézus Jánossal kapcsolatosan, hogy bár emberektől vagy asszonytól nem született nagyobb, mint János, az Isten országában a legkisebb is nagyobb lesz nála, és az Isten országába pedig úgy kerülünk be, hogy Krisztusban újjászületünk. És helyreáll az az identitásunk, és az az eredeti szerepünk, hogy abban a pillanatban, hogy újjászülettem Krisztusban, egy Istenről szóló üzenet vagyok. Tehát ha nem csinálok semmit, már akkor is egy kijelentés vagyok, egy üzenet vagyok Jézus Krisztusról. És csatlakoznék Tamáshoz, hogy ez egy hátborzongató dolog, és ez egy csodálatos dolog, mert ráadásul ezt nem én csinálom, hanem Istennek a szelleme volt az, aki engem újjászült, és hát ugye arra a kérdésre is válaszolva, hogy létezik-e profétai hivatal, vagy profétai szolgálat, szerintem mindenképpen létezik, hiszen beszél a Biblia a szolgálati ajándékokról, az evangelistáról, a tanítóról, az apostolról,
a pásztorról és a profétáról is, tehát hogy van ilyen, és egész biztos, hogy vannak olyan szolgái az Úrnak, akiket ugyanúgy, ahogy elhívott evangélistának, elhívott profétának is. Tehát én ezt nem szeretném egyáltalán elvitatni, de ugyanúgy, ahogyan az evangélista nem helyettem evangélizál, hanem azt a hitet bátorítja bennem, ami az evangélizálásra indít engem, ugyanígy a proféta sem helyettem profétál, hanem a profétálásra bátorít és buzdít, vagy velem együtt profétál. Tehát, hogy abszolút van helye az Új Szövetségben a profétai ajándéknak. Én azt gondolom, hogy egy adott gyülekezetben, ha megnézed, hogy milyen szolgálati ajándékok vannak, az le kell, hogy képeződjön a gyülekezet egészén. Tehát, hogyha mondjuk a mi gyülekezetünkben van egy evangélista ajándék, akkor ez abban nyilvánul meg, hogy a gyülekezetben sokan evangélizálnak, mert ez a hitük bátorítva és buzdítva van. Az evangélista nem helyettük evangélizál, hanem elől megy a csatában, és a többiek mennek utána. És azt gondolom, hogy ugyanígy, hogyha a profitai ajándék helyesen működik, akkor mindenki ebbe a profitai hivatásába beleáll, fölismeri azt, hogy van erre ajándéka, elhívása, van ebben szerepe, küldetése. De újból szeretném hangsúlyozni, csatlakozva szintén Tamáshoz és Ervinhez, hogy abban a pillanatban, hogy újjászülettem, abban a pillanatban már egy kijelentés vagyok Istenről. És ez egy csodálatos dolog, hogy Isten így helyreállította az embert Krisztusban, és hogy tényleg az ő hasonlatosságára lettünk újjáteremtve, és őt hirdethetjük az új teremtésünkben. Köszönöm szépen. Ami ugye ennek a mai beszélgetésünknek a tárgya, ez a hamis profétákkal mit kezdjünk. Tehát itt most azért nagyon örülünk annak, hogy mindannyiunkban ott van a Szent Szellem, aki az Isten és a profétaságnak és a profétálásnak a szelleme. De hát például, most mondok néhány példát, ugye a Donald Trump-al kapcsolatosan profétálták, hogy ő Cirrus, az Isten eszköze, vagy hát Magyarországon is elhangzottak proféciák ugyanilyen hasonló módon, hogy mennyire az Isten eszköze például Orbán Viktor, vagy elhangoztak proféciák arról, hogy a magyar az genetikusan keresztény nemzet, profétai kijelentésben az Úr Jézus nevében. Aztán voltak ugye a Kenneth Copeland az Egyesült Államokban, aki elfújta a koronavírus profétai cselekedettel, és előzte már márciusban, de Magyarországon a hatalom pálcájával profétailag megdorgálták a koronavírus, és hát sorolhatnánk, és akkor a világvége proféciák meg megprofétálták, hogy az Egyesült Államokban novemberben vér özön lesz a választások kapcsán. Tehát itt az embernek szembe kell nézni azzal, hogy Jézus nevében olyanokat mondtak profétai tekintélyre hivatkozva emberek, amik egyrészt nem teljesedtek be, másrészt hát világiak előtt is mondhatjuk azt, hogy köznevetség tárgyává tették saját magukat is, és másokat is, akik Krisztusban vannak. Most mi a mi teendőnk, amikor kiderül, hogy az atyánk fia Jézus nevében olyan dolgokat mond, ami se bibliailag, se sehogy sem nem állja meg a helyét. Hogy viszonyuljunk ehhez, kedves Ervin? Hát, amiket elmondtál, az mind a jelenkori egyháznak a negatív mutatója, és én abban látom ezt a problémát, hogy túl szereplik magukat az emberek, viszket a fülük, hogy hallgassák őket, hogy bekerüljenek olyan helyzetbe, hogy minél inkább elfogadottakká váljanak. Ennek az egész tendenciának én egy nagyon erőlködős és nagyon, nagyon izzadságszagú dolognak tartom, és ha még belevesszük azt, hogy súlyosan tévednek, és ezt most már azért én itt évtizedek óta kell, hogy lássam, hogy azok az emberek, akik nagyon bele mentek ezekbe a dolgokba, a legnagyobb részt tévedtek, nagyon kevés embert tudok, aki nem tévedett, vagy egyszer-egyszer nem tévedett. Azt gondolom, hogy ha az Ószövetség idején élnénk, akkor most már kihaló félbe lenne ez a
ez az embertípus, mert ugye a megkövezések azok ritki találják a sorokat, de egyszerűen az Ószövetségben talán nem véletlen volt az, hogy Isten nagyon határozottan lépett fel, mert valaki az ő nevében szól, azzal nem csak az a baj, hogy beteljesedik vagy nem teljesedik a szó, hanem az a probléma, hogy megrendül az emberek bizalma az Istenben. És elkezdenek az emberek ráhagyatkozni ezekre az emberi szavakra, nevezzük egyelőre csak emberinek. Tehát nem mondjuk ördöginek, mert ilyen is van, de most csak nevezzük emberinek. Tehát az emberi vélemény nyilvánítások, azok megtévesztik az embereket, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, és nem véletlen, hogy Isten a hamis profétálást, tehát azt értem hamis profétálás és profécia alatt, ami nem teljesedett be. Ami nem teljesedett be, azt mondja az Isten, hogy ne figyelj rájuk, ne hallgass meg őket, súlyosabb esetben pedig kövesztessék meg. Mert nem az a gond, hogy én, Piszter Ervin, azt gondolom, hogy a Donald Trump jobb lenne, mint a Joe Biden, hanem ha ezt Isten nevében mondom, ráadásul nem az Isten küld, mert ha az Isten küld, akkor ugyebár beteljesedik a profécia, ez nagyon egyértelmű volt az Ószövetségben, akkor óriási felelősséget veszek magamra, és én azt gondolom, hogy ez a felelősség az Új Szövetségben is fennáll. Még hogyha nem is kövezünk, vagy nem csinálunk ilyeneket, és én mondom, a fő problémát abban látom, hogy megtévesszük az embereket, megtévesszük a hívőket, a hívők elkezdenek mindenféle ilyen beszédekre odafigyelni. Én eléggé megdöbbenve látom, hogy a hamis üzenetek és az összeesküvés, keresztény összeesküvés elméletek óriási nézettséggel vannak jelen, mert egyszerűen az emberek ki vannak éhezve, vagy nem tudom, hogy van ez a dolog, ezekre az üzenetekre, és én azt gondolom, hogy félrevezetik az Isten népét, és ezért lekerül a fókusz Jézusról, lekerül az evangéliumról, az Isten jó híréről, és ráfókuszál a mindenféle ítéletek, meg ilyenek lesznek, meg olyanok lesznek, az egész mögött egy rettentesen rossz tendenciát látok. Én a magam részéről azért vagyok nagyon szkeptikus, mert nagyon kevés olyan úgymond profétával találkoztam, aki hiteles is maradt az élete során, és nem került valamiféle módon a hatalomnak a szolgálatába. És akkor, amikor ezek így összefonódnak, és elkezdünk Isten nevében a hatalom mellett kardoskodni, vagy ellen, most mindegy, de mellette, akkor én azt mondom, hogy ez nem az az út, amit a keresztelő János járt. Ha már őt megemlítette a Tamás is, Attila is, a keresztelő János pontosan a hatalom ellentétében képviselte az Istennek az igazságát, és inkább rámutatott a hatalomnak a negatív pontjaira, mint hogy tolta volna a szekerét, és akkor most finoman fogalmaztam. Igen. A Tamáshoz fordulnék, hogy ugye hát itt az egyik dolog az az, hogy mérhetetlenül módon alássák ezek a fajta, miután kiderül, hogy hamis profécia, alássák a bizalmat, megrendül a bizalom, nem csak az emberek, hanem az Isten felé is. Így van. A másik hogy ezzel mit kezdjünk, a másik kérdés viszont az, hogy ezek az emberek, ezek hívő keresztények, ezek olyanok, akik hisznek Jézus Krisztusban, és hát ilyen módon, ha tetszik, hanem a testvéreink. Akkor most hogy viszonyuljunk ehhez az egész dologhoz? Én ketté osztanám ezt a problematikát, mert ugye az egyik az, amikor a farkasok jönnek báránybőrbe az emberekhez, és ez egy másik történet. Az egyházban is vannak olyan nagy küldetés tudattal rendelkező emberek, akik úgy gondolják, hogy hát kit mást választhatott volna az Isten, mint őket, de ezt nem azért gondolják, mert az Isten őket választotta, hanem azért, mert ennyire jó véleménnyel vannak saját magukról. És ez valahol egy szerencsés dolog, hogy az ember ennyire magabiztos ezekben az ügyekben. De mikor valaki akkor nagy tekintélyű pásztor lesz, meg nem tudom én micsoda, és, de ebből az attitűdből, akkor ez egy testi dolog. Akkor ő valójában azokat az eszközöket, amik az egyházban vannak, az Isten félelemtől kezdve lefelé, fölfelé, a saját céljaira fogra ugyanúgy használni, és onnan ismerhető fel, hogy ő fonák beszéddel maga után akarja a tanítványokat vonni. Tehát nem Krisztushoz akarja őket vezetni, nem Jézushoz akarja vezetni őket, hanem
elbizonytalanítja, kiskorúságban tartja azért, hogy ráhallgassanak, hogy ő legyen ugye a vakok közt a félszemű. Szerintem ez az egyik kategória, és aztán ezek az emberek csúsznak bele abba, hogy akkor már az, hogy az egyházon uralkodnak már kevés nekik, akkor a szomszéd gyülekezeten is uralkodni akarnak, és akkor kineveszik magukat ennek, annak, amannak, apostolnak, prófétának, mindenféle, és már az se elég nekik, akkor már városba akarnak, akkor már az országba, akkor világon, és ebből fakad ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy hát mindnyáján emberek vagyunk, próbálkozunk, elbotlunk. Nyilvánvaló, hogyha valaki téved, vagy valaki úgy érzi, hogy ő benne van egy hit valamire, és ezt a hitet Istentől valónak gondolja, és azt kimondja, akkor ebben tévedhet. Hát mindannyian tudjuk azt, hogy az intuíció egy remek dolog, de önmagába véve az, hogy valamit érzek a szívemben, az még nem jelenti azt, hogy feltétlenül Istentől volna, vagy Istentől van ez a dolog. Tehát tévedni emberi dolog, és hagynunk is kell egymást tévedni, ugye, ahogy mondani szokták, ne kövessünk el minden tévedést mi, hanem hagyjunk másoknak is lehetőséget arra, hogy ők is tévedhessenek. És ilyenkor ezt szerintem testvéri szeretettel illendő kezelni, és testvéri szeretettel kell kezelni, mert hiszen ha leszögeztük, hogy a Deva az Ószövetségben vagyunk, akkor nyilván a megkövezés és ehhez hasonlók sem jönnek szóba. Én a problémát ott látom, hogy amíg én úgy gondolom, hogy az a helyes, hogyha egy ember támaszkodik az intuíciójára, és úgy gondolja, hogy amikor támad egy gondolata, támad benne egy érzés, létrejön benne egy meggyőződés, és azt gondolja, hogy na ez az igazság, akkor olyan nagyon hamar ne vigyesse oda az Úrnak a nevét. Hát mondja ki a hitét, mondja ki a meggyőződését, azért vannak a testvérei, hogy azokon ezt meg lehet mérni, ő bennük is hitet hoz a létre, vagy éppen ellenkezőleg, és így tovább. Tehát, hogy mondjam, a mentál higiéni első köre az ez, hogy a testvérek adnak valami visszajelzést erről az egész történetről, dologról, és én úgy hiszem, hogy abban, hogyha valaki prófétai hivatalra pályázik, mert ugye szögezzük le, hogy ez az Újszövetségben is olyan, hogy mindenki matematikus, de nem mindenkiből lesz matematika zseni vagy akadémikus. Osztani, szorozni mindenkinek tudni kell. A szólás ajándékai a Szentlélek által mindenkinek adattak. Hát illene, na, tehát maradjunk ennyiben. De az, hogy a magasabb matematika, meg a borzasztó bonyolult matematikai problémáknak a megoldása, mint a matematikus társadalom, vagy mondhatnám a sakkot, vagy a hegedülést, vagy bármi egyebet. Tehát az Újszövetségben, ha valaki úgymond prófét, hivatal, tehát attól, hogy profétálunk, nem leszünk proféták, de hogyha profétai hivatalban van, akkor igen, annak működnie kell a bölcsességbeszédének, a tudománybeszédének, és Isten egy ilyen embert felépít, tehát egész egyszerűen ad neki kijelentéseket, ezek a kijelentések beteljesednek, és egyre nagyobb tekintélyre tesz szert, nem magának csinálja ezt a tekintélyt, nem magát keni fel, nem magáról híreszteli azt, hogy ő mekkora nagy felkent, amit egyébként se kéne, mert az Újszövetség nem ismer felkent keresztény, csak egy felkentet ismer Krisztust, és ha a katolikusokat cikizzük amiatt, hogy nekik társmegváltójuk van, akkor nekünk meg ne legyenek már társfelkentjeink, tehát hagyjuk meg Krisztusnak azt, hogy ő a felkent az egyházban. Szóval, hogyha ezt híreszteli magáról, ez nem jó. Hogyha valakiről bebizonyosodik, hogy ő jövőre vonatkozó tényállításokat mond, és ezek nem teljesednek be, akkor elsősorban neki kellene elgondolkoznia azon, hogy biztos jó úton jár-e. És én azt mondom, hogy a cím és rangkorságot kerülni kéne. Kerülni kéne azt, hogy ráütjük a pecsétet erre, hogy az Úr, meg az Úr, stb. Stb. Az embernek van hite, mondja ki, hogyha van üzenete, mondja el. És engedje, hogy a hallgatósága ítélje meg azt, hogy ez az üzenet az Úrtól van-e vagy ne, és ne jöjjön rögtön azzal, hogy most az Úr neki olyat mutatott, hogy még soha senki se, mert ilyenkor az embernek az az érzése, hogy ő előre elmondja a diagnózist, és még azt se tudjuk, mik a tünetek. Tehát én is elmegyek a körzeti orvoshoz, és azt mondom, hogy mit tudom én, tüdőlötyögésem van, hát az orvos is azt mondja, hogy tessék már meghagyni nekem, hogy én megállapítsam, hogy az van-e, mik a tünetek, hol fáj, mi szúr, mi a helyzet. És itt is így van, hogy az ember mondja el az üzenetét, és aztán bízza a hallgatójára, vagy a hallgatóságára azt, hogy a hallgatóság megítélje, és ezt szeretném még utoljára aláhúzni itt a hozzászólásomban, hogy a hallgatóságnak ehhez joga van, ahogy írva van, hogy az ott ülők ítéljék meg. És nem azt jelenti, hogy fel kell állni, és akkor kell egy bírósági tárgyalást tartani, és részletes ítéletet hirdetni, hanem mindenki magában megítéleti. Szólt hozzá, nem szólt hozzá, egyet tud vele érteni, nem tud vele egyet érteni, hitet hozott el létre benne az Úr Jézus Krisztushoz, közelebb kerül általa, vagy pedig nem. És mindannyian tanulunk, tehát önmagában a hibázás nem olyan nagy baj, de én szerintem az, hogy felcímkézzük a dolgokat idejekorán, az nem helyes és nem jó.
én itt húznám meg. Jó, de most itt elhangoztak mindenféle olyan proféciák, hát csak amit most mondok kettőt, Pat Robertson megprofétált, hogy a Trump lesz az elnök, és meg fogja nyerni, és még sokan mások. Leordították a koronavírust, és úgy elszabadult, mint azelőtt soha, megdorgálták. Most ezeknek az embereknek, akik az Úrnak a nevében így felléptek, nem az lenne a minimum, hogy ilyenkor azt kiálljanak, volt ilyenre példa, de nem túl sok, hogy, és azt mondják, hogy hát bocsánat, rosszul csináltam, elrontottam, és így tovább. Ehelyett megmagyarázzák, hogy az Úr meggondolta magát, hogy mit tudom én, miket mondanak, én pironkodok, amiatt, ami történik. Hát képzeld el, hogy elszabadult volna a koronavírus, hanem is imádkoznak. Akkor még rosszabb lenne a helyzet. Így van. Hát Attilát kérdezném, hogy szerinted mi a mi helyünk, szerepünk? Tehát mit tudunk mi tenni ez ügyben, hogy ugye mondja az ige, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok, meg mondja, hogy a proféciákat és a profétálásokat meg kell ítélni. Igen, hát ugye, ahogy mondtad is, az van az igébe, hogy a profétálást nevessétek meg, ítéljük meg a proféciákat, viszont nem azt mondja, hogy a profétát ítéljük meg. És azt gondolom, hogy a proféciát meg kell ítélni, és hogyha valaki notóriusan mellé profétál, akkor szerintem abban az esetben el kell, hogy érkezzen az a pillanat, amit Pál apostol is sokszor megtett, hogy bizonyos egyénektől óva intette az eklézsiát. Tehát, hogy biztos, hogy van az a pont. De én azt látom egyébként, hogy... A Sándortól mindenképpen. Igen. Térzműves Sándortól. De azt gondolom, hogy egyébként tényleg kellene, hogy nagyobb gyakorlata legyen annak, hogyha valaki elrontotta, akkor esetleg kiáll és azt mondja, hogy a gyerekek, ez tényleg nem volt az Úrtól. Erről már ugye beszéltünk az elmúlt alkalommal, és ez felszabadító mindenképpen. Szóval a lényeg az, hogy a proféciát kell megítélnünk, nem a profétát, és szerintem nagyon fontos, hogy próbáljunk meg azért jót feltételezni azokról az emberekről, akik a testvéreink. Természetesen, hogyha valaki notóriusan visszaél ezzel a szolgálattal, vagy a proféciának kikiáltott megnyilvánulásokkal, akkor föl kell emelnünk a mutatójunkat, és akkor lehet, hogy bekövetkezik az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy na, XY-t inkább kerüljétek. De bízom benne, hogy ez nagyon szélsőséges esetekben fordul elő. Még van három dolog, ami itt közben az előzőekre reagálva fölírtam magamnak, ahogy beszéltek az előttem szólók. Először is az a szó jutott eszembe, hogy tekintélyprotézis. Tehát, hogy a proféciát azt nagyon sok esetben erre használják sajnos eklézsia szerte, hogy elhangzik, és ez egyfajta tekintélyt próbál megszerezni annak, aki elmondja, illetve tekintélyt akar szerezni annak a személynek, aki mellett profétálunk. És itt a legsikamlósabb talaj az, amikor tényleg itt összefonódik ez a fajta profétálás a politikával, és egy politikai tekintélyszerzés történik a proféciák hatására, és nyilván, hogyha bennem bíznak az emberek, és én kiállok a széles nyilvánosság elé, és azt mondom, hogy ezt is ezt mondta az Úr erről is erről a politikusról, akkor tulajdonképpen visszaélek az Isten nevével, visszaélek a proféciával, vagy a nem valódi proféciával, és akarva akaratlanul elkezdek manipulálni. És azt gondolom, hogy ilyenkor nem az Isten akarata megy végbe, hanem sokkal inkább nagyon sokszor proféciák arra vannak felhasználva, hogy a saját akaratunkat véghez vigyük. Uram, bocsá, mondjuk szerintem az a szerencsésebb eset, amikor valaki a saját akaratát akarja egy profécián keresztül megvalósítani. A rosszabb az, amikor egyenesen az ördög tervét. Na, ott már tényleg hamis proféciáról beszélhetünk, és hamis profétaságról. Aztán a másik dolog, amit fölírtam, a szereplés. Ugye Ervin utalt erre a profétálással kapcsolatosan. Az egyház elszimpadiasodott, a show business, ahogy bejött az eklézsiába, óhatatlanul ez szereplés központúvá tette az istentiszteleteket,
és egy csomó olyan folyamatot elindított, ami szerintem egészségtelen. És sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak ezek a fajta megnyilvánulások, mint kellene, sokkal inkább a középpontba kerülnek, és szerintem itt is, ezen a területen is érdemes lenne elgondolkodni, hogy akkor hogyan és miként is kéne, hogy helyesen működjön a gyülekezet, mint közösség, és hogy mennyire kell, hogy tényleg ennyire szimpadiassá váljon, ennyire szereplésközpontúvá váljon az eklézsia. Mert hogyha ilyen showbiznisz-szerűen működik az egyház, akkor nyilván mindenki keresi azokat a szerepeket, amik a leglátványosabbak. Igen. Kiállok a tömeg elé, és azt mondom, hogy ezt is ezt mondta az úr, és mondok elképesztően nagy dolgokat, azzal mindenképpen magamra tudom irányítani a figyelmét a nagy érdeműnek. Én azért azt is meg szeretném jegyezni, hogy általában a proféták, legalábbis az ószövetségi proféciákat veszük, nem túl népszerű üzeneteket közvetítettek. Tehát nem volt annyira kedvére való a profétáknak jellemzően, hogy azt az üzenetet, amit Isten rájuk bízott, továbbadják. Jó, az új szövetségben egy örömhírünk van. Tehát ez viszont mindenkinek a proféciája és üzenete lehet, amit Isten ránk bízott. A harmadik dolog, amit fölírtam magamnak, az az, hogy mennyire kritikus egy profécia, mondjuk az adott hatalommal szemben. Hát azt gondolom, hogy hogyha csak arra gondolunk, hogy hány evangéliumi vezető megprofétálta Trumpnak a győzelmét, és mégis a Biden nyert, akkor azt hiszem, hogy most elérkezett az idő, amikor őt viszont biztos, hogy kritizálni fogják ezerrel, és majd a mutatójukat felemelik a magasba. Én viszont azt gondolom, hogy nincsen hatalom csak Istentől. Ha Trump Isten eszköze volt, akkor a nagy ügytörténet kibontakozásában és a végidők eseményeinek a lezajlásában a Bidennek ugyanakkor a szerepe lesz, mint a Trumpnak, és azt gondolom, hogy minden az Isten terve és elképzelése és akarata szerint zajlik. Én egyébként sokkal nagyobb veszélyt látok a politikai kereszténységben, szerintem ez egy antikrisztusi dolog, és egy nagyon kedves barátom annyit jegyzett meg azzal kapcsolatosan, hogy nem Trump nyerte meg a választásokat, azt mondta, hogy ezek szerint kapott Amerika még egy esélyt. Hogy teljes szívéből tényleg az Úrban bízzon, és az Úrhoz forduljon, és ne szolgáltassa ki magát annak, hogy emberektől, politikusoktól várja a megoldást, és igazából azért antikrisztusi ez, mert amikor kívülről, politikai erőből rá akarjuk erőltetni az emberekre az Isten törvényét, akkor pontosan szembe megyünk azzal, amit a Tamás mondott, hogy az új szövetségben Isten a maga kezével, a maga szellemével a szívünkbe írja a törvényt. És nekünk döntenünk kell, hogy szellemi módon, vagy testi módon szeretnénk megélni a hitünket. Uff. Illetőleg talán annyit mondanék ehhez, és teljesen egyetértek az Attilával, hogy az új szövetségben Isten mindent kizárólag hitáltal, személyes meggyőződés által akar elérni az embereknek az életében, nem akarja ráerőltetni a törvényét, az akaratát az emberre, hanem azt akarja, hogy a szívben történjen meg a változás. És ez a szabadság valóban elengedhetetlen feltétel. Annyit szeretnék a következő kérdés, hogy szeretném először is leszögezni, hogy mi hiszünk a profétai szolgálatban, hiszünk a profétai igében, a profétálásban, sőt, úgy gondoljuk, és én így gondolom, és tudom, hogy ti is így gondoljátok, hogy elengedhetetlenül fontos, és nincs az Istentől jövő kijelentés és szó nélkül semmi nem működik, egy Isten tisztelet, se egy szolgálat, se semmi nem működik, az inspirált, a Szent Szellem által inspirált profétikus szolgálat nélkül. Ugyanakkor fölmerül annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni. Vannak-e bizonyos szempontok, aminek alapján meg tudjuk különböztetni, hogy mi az, ami az Istentől való üzenet, profécia, és mi az, ami ahogy mondja az Ószövetségben, hogy elbizakodottságában szólt, vagy egy más személyes motivumból szólt a prófétát, nem az Istentől. Mik azok a, azok a szempontok, aminek alapján meg tudjuk esetleg különböztetni ezeket? Talán Ervint kérdezném ismét először.
Én mindenképpen még az előző kérdéshez vissza szeretnék nyúlni, hogy a politikai kereszténységbe érhető tetten talán leginkább a tévedés, de én nem vagyok annyira megengedő. Természetesen testvéreimnek tekintem ezeket az embereket, és abszolút hiszek abba, hogy az Isten végzi bennük a munkáját, de ezek az emberek, akik a buzikat, akik az LMBTQ-t, akik a abortusz... Mondjuk úgy, hogy a melegeket. Mondjuk úgy, hogy a melegeket. Támadják, és ugyanezzel az elánnal tolják a proféciáikat ellenükben, és én semmiféle szeretetet és együttérzést nem tapasztalok ilyenkor, hanem sokkal inkább azt tapasztalom, hiszen én azt gondolom, hogy a Trump mögött is, és a magyarországi KDNP-s kurzus mögött is pontosan az van, hogy ezeket az embereket szorítsuk ki a közéletből, szorítsuk ki a gyülekezetekből, szorítsuk ki a keresztény Európából vagy Amerikából, holott ezek az emberek, és én nem őket védem, és nem a bűnt pártolom, hanem azt gondolom, hogy ez a fajta megközelítés akár politikának, akár embereknek, akár embercsoportoknak, akár olyan embereknek a megközelítése, és ezeknek az elítélése, ez nagyon, hogy így mondjam, közkedvelt ezekben a körökben, de akkor én hagyd mondjam azt, hogy egy Isten nevében hamisan szólni, én nagyobb bűnnek tartom az egyházra és a Krisztusra nézve, mint az, hogy valaki homoszexuális vagy nem. Az sem jó, és az sem helyes, de ők ezt támadják nagyon nagy elánnal, és ugyanakkor nem néznek szembe azzal nagyon sokszor, és nagyon nagy tisztelet a kivételnek, hogy az, amit viszont ők csinálnak, és most nem akarok semmiféle bűnöket szembeállítani, hogy melyik a kisebb vagy a nagyobb, de azt én legalább olyan károsnak tartom, sőt, én károsabbnak tartom az egész Krisztus testére vonatkozóan. Visszatérve te a kérdésedre, igen, én azt gondolom, hogy mindegyikünkben, ahogy a legeslegelején is mondtam, és már mondtuk többen, bennünk Isten szelleme van, azaz azt jelenti, hogy maga az Isten van bennünk, és őről azt mondja a Biblia, hogy minden igazságra elvezet benneteket, eszetekbe juttatja majd azokat, amiket mondottam nektek, megtanít benneteket, vezet, utat mutat. Egyszerűen talán a korintusi gyülekezet példája, ugye az, ami a leginkább az Új Szövetségben érzékelteti ezt a dolgot, hogy Pál apostol nagyon megengedő volt, hogy igenis minnyáján profétálhattok, és csak engedjétek egymás szóhoz jutni, és vannak dolgok, amiket meg nem tekintett profétálni témakörnek, hanem mindenek fölé emelte például azokat a kijelentéseket, amelyeket kapott. Például ő Pál apostol, és azt mondja, hogy ezekkel szemben nem helyes a profétai dolog. Hát a 1 Korintus 14-ben fölolvasom, azt mondja, hogy a 30... Ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta, vagy szellemi ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, azok az Úr rendeletei. Tehát vannak az Úr rendeletei, amelyek első számot kell, hogy élvezzenek, és utána vannak azok a profétálások és azok a dolgok, amelyekkel bátorítjuk, hintjük, segítjük az Isten népét, de nem úgy, hogy belemászunk az életükbe, és ő helyettük döntünk, hanem úgy, hogy esélyt adunk nekik arra, hogy valami más szempontból is lássák. Én ezt nem feltétlenül tenném az Úr nevében, én nem teszek különbséget, hogy kimondom egy embernek, mondjuk mondok egy bátorítást, akár imán keresztül is, és ha nem teszem hozzá azt, hogy ezt mondja az Úr, attól még az Úr mondja adott esetben. Tehát én nem feltétlen teszek különbséget, ha valaki már oda tesz, hogy de, és ezt mondja az Úr neked, ott nagyobb a felelősség. Tamás, mi a megkülönböztetésnek a szempontjai a kérdezhetem? Mit különböztetünk meg mitől? Hát a hamisat az igaz proféciától. Hát igen, ugye hát ez mindannyiunknak a leckéje. Az igazság szelleme bennünk van, és az igazság szellemének a működését illene felismerni. Ugye az én juhaim hallják az én hangom, mondá Jézus, és voltak, akik nagyon nem hallották, amit Jézus mondott, vagy kifejezetten dühítette, idegesítette őket, amiket mondott, és voltak mások, akik meg örömmel vették, és örömmel hallották. Mi
ugye, ha az új szövetségi hívők vagyunk, akkor újjászületett emberek vagyunk, azért tudtunk újjászületni, mert meghallottuk a jó pásztornak a hangját, és én azt gondolom, hogy egy hívő ember felől mindig van reménység, hogy ez a hanghoz visszatalál, még akkor is, hogyha más hangok nagyon harsányan megpróbálják ezt benne elnyomni, vagy tönkretenni. Az első számú mérce az én számomra az, amit az Ervin is mondott, hogy egy profécia nem ütközhet az igével, nem ütközhet igei alapelvekkel. A második, ugye, amit Jakab mond, hogy a felülről való bölcsességnek vannak ismérvei. Méltányos, békeszerető, és így tovább. És hogyha valaki csak irigységből, civakodásból, vagy kiemelkedésvágyból próbálkozik ezzel a dologgal, az testi, vagy hát ugye pszichikai mondja az eredeti, tehát lelki tulajdonképpen, vagy pedig földi, és aztán pedig ördögi, vagy démonikus is lehet akár, és ez nagyon veszélyes és nagyon rossz dolog, mert ugye ha már démonikus, akkor ugyanaz a meggyőződés jön létre, mintha a szellem hozná létre, csak nem az igazság szelleme hozza létre, hanem a hazugság szelleme, de a meggyőződés ugyanolyan. Tehát ez innen már vallásos kérdés, vagy hitbéri kérdés lesz, és talán ez a legnehezebb történet, vagy ez a legnehezebb ügy, hogyha az ember ilyesmiben beleszalad. És hát természetesen ott van az 1 Timóteus 6, amire az Attila szintén utalta, ugye valami ilyesmit lehetne fordítani, szatócskodnak az evangéliummal némelyek, tehát ezt ilyen kis árucikknek tekintik, amiből boltot kell csinálni, PR-t kell csinálni, el kell adni, és valójában nem az a, továbbra sem az a céljuk, hogy az Isten országát szolgálják, hanem az, hogy ez, ebben egy remek lehetőséget, egy remek árucikket látnak, és ugye határozottan azt tanítja Pál apostol erről, hogy az ilyeneket került. Ugye elmondja, hogy mit kövess, és mit ne kövess. De a probléma alapvetően ugyanaz, mint ahogy amit én látom, hogy bejött ugye a social media, és hír özön árad az emberekre, mert mindenki egy kis hírszolgáltató, aki megjelenik a Facebookon, meg a nem tudom én micsodán, vagy maga kreál híreket, vagy továbbat, hogy na ezt hallgass meg, ezt feltétlenül tudnod kell, meg nem tudom én micsoda. És ugye ezzel mi a probléma? Az, hogy egy hírt, a hírszerkesztőségek azért megrágtak, voltak alapelvek, ugye épp a napokban történt, hogy miniszterelnökünk írt egy levet egy újságnak, és az újság nem jelentette meg, mert a szerkesztőség elveinek egyszerűen nem felelt meg minőségében az az irat, amit ő benyújtott. Ezt a Facebookon nem tud elvégezni. Ott nem csinálja meg senki. Ott mindenki szabadon elmondhatja a legvadabb ostobaságokat is, úgy, mintha a nagy felkent igazság lenne. És ezért a fogyasztónak kell felnőnie ahhoz a feladathoz, hogy mit fogyaszt, és mit fogad el. És magának kell megtanulnia azt, hogy különbséget tudjon tenni a jobb keze és a bal keze között, és mondjuk egy átlátszó hazugság, ugye ez volt, mikor Trump győzelme után bejártam a sajtót, hogy de hát a Trump kibabrált velük, mert vízjeleket tett a szavazó cédulákra, és így le tudta buktatni az igazi meg a nem igazi ízét. És ez biztos nagy örömmel vették azok, akik a Trump győzelmének szurkoltak, de ugye ránézésre is lehet tudni, hogy ha ezt Trump a választási bizottság tudta nélkül tette, akkor azok érvénytelenek, azok a szavazólapok, mert ez nem így működik, hogy valaki egy szavazólapra tesz valami titkos jelet, cinkeli a kártyát, vagy nem tudom én micsoda, egy kaszinóból kirúgják, nem, hogy egy választásból. Tehát, hogyha az ember ezt csak belegondol ennek az életszerűségébe, és az, hogy ez tényleg működhet-e, vagy nem működhet-e, akkor rájöhet arra, hogy hát ezek nem igazak. Tehát ezek nyilvánvalóan erős túlzások, vagy legalább kérdéseket tud magának feltenni. És azt gondolom, hogy ugyanez van a szellemi dolgokkal. Hát, ha valaki járatos az élet beszédébe, járatos a kegyelem igéibe, akkor ha hall valami furcsaságot, akkor az nem kell, hogy rögtön elutasítsa, de az, hogy gondolkozzon rajta, összevesse a Bibliával, megnézze, ha úgy vannak-e ezek, stb. Ez igenis feladata és dolga, és hogyha elindul egy mozgalom, például egy profétai mozgalom, vagy ehhez hasonló, akkor kicsit ugyanebben a helyzetben vagyunk, hogy én nem tennék szájkosarat a profétákra, nem a profétáknak mondanám meg, hogy miről beszélhetnek, meg miről nem, mert hát ki volt az Istennek tanácsos, ahogy oktathatná őt, vagy befoghatná a száját, vagy lefoghatná a kezét, ha valaki azt állítja, hogy Istentől szól. De a hallgatóságot bizony meg kell tanítani, és ki kell oktatni arra, hogy mit fogadjanak el, mit nem, és ebben az első számú és legfontosabb, mondanám, fundamentális lecke az, hogy nem vagy köteles mindent elfogadni, és egy embertől az Úr nevében mondott profécia nem egyenértékű az írott igével. Nem követsz el bűnt, hogyha te erre azt mondod, hogy hát én ebben nem tudok hinni, vagy nem fogadom el, vagy
nem kell bűntudatot érezned amiatt, hogy ezt a dolgot elutasítod magadtól, mert lehet, hogy A nem neked szól, B lehet, hogy neked van igazad, és valóban az a profécia, az nem az úttól van, és kész. Attila, akkor téged kérdeznélek szintén erről, hogy te ebben azért, tehát tudom, hogy te is gyakorlod magad, mint ahogy mindegyikünk, hogy igyekszünk az Úrtól szólni. Profétai módon, ha úgy tetszik. Hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni, amikor szólunk, és amikor hallunk is. Hogy mi az, ami az Úrtól való, és mi az, ami nem. Vannak-e szempontok ez ügyben? Igen, hát egyrészt csatlakoznék Tamáshoz, aki azt mondta, hogy ő azért nem tenne szájkosarat a proféták szájára. Teljesen egyetértek. Én nagyon sokszor, amikor imádkozom emberekért, egy hihetetlen szeretetet érzek afelé, az ember felé, akiért imádkozom, és ilyenkor az érzelmek is elöntenek, és azt gondolom, hogy egyfajta profétai révületbe is kerül az ember, és sokszor én magam is meglepődök azon, hogy kimerek mondani olyan dolgokat, amiket úgy egyébként nem is gondoltam volna, hogy képes vagyok kimondani, és ha egy mód van rá, ahogy akkor mindenképpen, hogy valaki szokta mondani, el szoktam mondani utána annak a személynek, akiért imádkozom, hogy vizsgáld meg gondold végig, tehát hogy nem akarok egy olyan tekintéllyel föllépni, hogy azért, mert engem elkapott a hív, vagy a révület, vagy bármi egyéb, akkor kimondtam olyan dolgokat, amiknek egyébként esetleg nem lett volna helye. Egyébként szintén a Tamáshoz csatlakozva én is ezt a mondatot írtam föl, ahogy meg is szoktuk énekelni abban a bizonyos énekben, hogy a pásztor hangját meghallják a vakok, s látnak, hogyha hallod a pásztornak a hangját, akkor van tisztán látásod. És igen, fontos az, hogy megtanítsuk az embereket arra, hogy milyen alapelvek mentén gondolkodjanak, de szerintem még fontosabb az, hogy összekössük őket Krisztussal. Hogy arra inspiráljuk őket, hogy egy olyan személyes kapcsolatuk legyen az Úrral, a Szent Szellemmel, ami garancia arra, hogy nem válnak félrevezethetővé. Tehát ugye pont Keresztelő János mondta azt, hogy neki nem az a küldetése, hogy... Tehát neki a küldetése annyi, hogy a vőlegényt összehozza a mennyasszonnyal. És ha ott megtörténnek a dolgok a mennyasszony meg a vőlegény között, ott a Keresztelő Jánosnak a szerepe véget ért. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy erre bátorítsunk mindenkit, mert én is azt gondolom, hogy akik az Isten gyerekei, azokat a Szent Szellem személyesen vezeti. És mindig, amikor kiskorúság van, és a kiskorúság alatt a törvény idejét értem, amikor nincs személyes kapcsolat Istennel, akkor van szükség arra, hogy kívülről jöjjenek a jelzések. Vagy olyan esetben, amikor annyira beálltam egy irányba, egy rossz irányba, hogy tényleg egy drasztikus külső hatásnak kell történnie ahhoz, hogy kizökkenjek a helytelen kerékvágásból, és mindenkit én is arra bátorítanék, hogy ne cserélje le az Úrral való személyes kapcsolatát és vezetését semmire. Egy profécia meg tud erősíteni bizonyos dolgokban, de az Úr mindenképpen nekem személyesen fog szólni, és nagyon fontos, hogy a szívemben hozzon létre egy meggyőződést. Én is szeretném kiemelni a hamis meggyőződésnek a lehetőségét is, amikor valamit egy isteni tekintélyű üzenetként kezelek, forgatok a szívemben, holott nem az Úrtól volt. Ennek az a veszélye, hogy botránkozás történik, erről már sokat beszéltünk. Ugye egész pontosan ez a botránkozás azt jelenti, hogy csapdába leszek csalva, hogy ráállok valamire, amiről azt gondolom, hogy az Isten igéje kijelentése, egy meggyőződést hoz ez létre bennem, és az életem egy ponton beszakad az egész alattam. És onnantól kezdve már az Isten igéjére sem merek ráállni. Viszont az Istennek az igéje az olyan, mint a kőszikla, tehát arra rá lehet állni. És ezért azt gondolom, hogy hihetetlen nagy felelősség az, hogy mi az, amit mondunk az Úrnak a nevében, és akkor még egyszer csak szeretném újból megerősíteni azt, hogy hihetetlen nagy szükségünk van arra, hogy teljes összefonódásban az Úrral, egyé válva vele, egy szellemmé válva vele, járjuk az utunkat kéz a kézben, és azt gondolom, hogy ez a garancia arra, hogy
hogy biztonságban be tudunk jutni a kikötőbe, úgyhogy nem futunk zátonyra. Köszönöm szépen. Én még annyit tennék hozzá, két iget dübörög itt bennem. Az egyik, amit Jézus mondott a Szent Szellemről, hogy ő engem dicsőít, mert az enyémből vesz, és rólam tesz bizonyságot. Tehát amikor a Szent Szellem munkálkodik és működik, akkor mindig Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet, őt helyezi a fókuszba, és az Isten igéjéről tesz bizonyságot, a testélet igéről. A másik pedig azt mondja a Pál apostol, talán a római levélben, hogy a szellem gondolata az élet és békesség. Tehát amikor életet és békességet munkál, lehet, hogy szembesít a gyarlóságommal akár, vagy bármit mondhat, de mégis az eredmény élet és békesség, akkor véletőleg, vagy akkor is meg kell vizsgálni, de akkor nagy az esély arra, hogy valóban az Úrnak a szelleme működik abban a helyzetben. Amit kérdezni szeretnék, az az, hogy nagyon nagy a megosztás ezekben a kérdésekben, az eklézián belül is. Tehát egy-egy ilyen profétai mozgalom, különösen, hogyha politikával összefonódik, akkor nagyon erőteljesen a kizárólagosságra törekszik, és ellenségként látja a másik oldalt, aki mondjuk nem akar ezzel egyetérteni. Tehát például most azt profétálták itt éppen, hogy a, mondjuk a Biden győzelmével egy antikrisztusi korszak érkezett el. Na most ez egy más dolog, hogy egyetértünk, nem értünk, ez egy más dolog. Én inkább arról szeretnélek kérdezni titeket, hogy én iszonyatos veszélynek látom azt, hogy beássák magukat keresztényekkel szemben ilyen lövészárokba, és elkezdenek haragudni, és gyűlölni, és elutasítani egymást, kölcsönösen hamis profétának, vagy mit tudom én, micsodának tartva, és ugye ezt a pápaság idejében kölcsönösen kiátkozták, volt egy két pápa volt, és egymást, és hasonlók. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon el kellene kerülni, és saját magamban is érzem olykor, hogy felmegy a pumpa, amikor ezeket a hamis profétai megnyilvánulásokat hallom. Hogy tudjuk megőrizni a szívünket ebben a helyzetben, hogy ne álljunk be ebbe a kölcsönös elutasítás, harag, méreg, dű, és tudom, hogy ez nem Istentől való folyamatba. Mr. Pásztor. Hát megmondtad a választ is, hát nyilvánvaló, hogy ez elfogadhatatlan. Bocsánatot kérek. Elfogadhatatlan, és az egész társadalom rendkívül megosztott koronavírus ügyben a vírustagadók és a vírustól félők között, megosztott politikailag a jobb és a baloldal, megosztott az abortuszt illetően, és nincs olyan téma, amit nem lehetne felhozni, és nem látni azt, hogy nem csak a társadalmat, hanem a családokat is megossza. És hát mi magunk is ugye nagyon élénken benne vagyunk abban, hogy úgy tekintenek ránk, mint megosztók tanításunkban, hozzáállásunkban, stb. Én szeretném egyenesen beszélni, mindenféle mellébeszélés nélkül. Számomra az, hogyha valaki föláll, és tényleg a témánál maradva, és szinte az elmebetegség határán súrolva kiáll országvilág elé, és mond valami olyat, ami nem az Úrtól van, és eljátsza azt a tekintélyével visszaélve, hogy kiröhögi mondjuk a választási eredményeket, vagy most lehetne sorolni, akkor én akkor csak nagyon szomorú vagyok. Akkor csak azt látom, hogy lehet, hogy Jézus korbácsot fogna azért némely esetben, amikor azt érzi, hogy az atyám háza iránti féltő szeretet az megvan támadva. Én nem gondolom, hogy én tudom a választ arra, hogy ezt egyénekre lebontva, gyülekezetekre lebontva hogy kell kezelni. Én a magam részéről tudok beszélni, és nem Jézus nevében szólok, hanem csak a Piszter Ervin véleményét mondom. Én azt mondom, hogy minden erőnkkel és minden igyekezetünkkel és legfőképpen szeretettel és Isten kegyelmében bízva kell segítenünk egymást abban, hogy azokkal, akikkel nem értünk egyet, azokat is fogadjuk el testvéreknek, és fogadjuk el
azt a tényt, mi magunk is átmentünk ezen, hogy Isten türelmes volt hozzánk, és elnézte azt, amikor nem helyesen láttunk dolgokat, és ezen az úton kell tovább menni. Ezt én a saját családomban is nagyon igyekszem, hogy gyakoroljuk, és a nézetkülönbségeink ellenére a legfontosabb, amit Jézus mondta, hogy szeressük egymást, és segítsük egymást. Ennyi. Tamás? Én szerintem az a legfontosabb, hogy ne... Tehát, hogyha mi mondjuk egy proféciáról azt mondjuk, hogy ez nekünk nem jön be, akkor azt ne vegy a személyes sértésnek az, aki a proféciát mondja. Ugye ez egy kényes műfaj, mint a művészet vagy a költészet, az neki az édes gyermeke, a szíve, a lelke benne van, és amikor én azt mondom, hogy nem, akkor ő könnyen úgy érzi, hogy gyűlölöm őt, szeretetlen vagyok, stb. Volt is egy ilyen sztorim, hogy ugye itt a vérholdak kapcsán én kifejtettem a nézeteimet, hogy azt hagyjuk már ezt a dolgot. És akkor találkoztam az én atyám fiával, és akkor üdvözöltük egymást kedvesen, beszélgettünk, majd ő azt mondta, hogy milyen képmutató vagyok, mert azt mímelem, hogy én szeretem őt, vagy tisztelem őt, pedig nem, stb. És ugye tisztába kellett tenni, hogy az, hogy én, mikor ő azt mondja, hogy ez meg ez lesz, és akkor én azt gondolom, hogy hát ez nem az Úrtól van ez a dolog, ezzel én nem őt nem szeretem, vagy nem őt nem tisztelem, csak azt gondolom, hogy amit ő mond, az adott esetben én szerintem nem az Úrtól van, és ugye két eset lehetséges, vagy tényleg nem az Úrtól van, és akkor igazam volt, és akkor neki ezt nem kéne személyes értésnek vennie. A másik eset, ami lehetséges, hogy az Úrtól volt, és én tévedek, és akkor az meg az én saram, meg az én mulasztásom lesz, én maradok le az akármiről, meg a nem tudom én micsodától, az is az én bajom, tehát bármelyik eset áll fent, ő mindenképpen jól járt, és nem kéne személyesnek venni azt, hogyha én valamit, amit ő tesz, vagy csinál, elutasítok. Tehát ezért fontos ez, de én azt látom, hogy egyébként az érett emberek ezt tudják is, tehát ha tévedek, tévedtem, ha megmondják, hogy tévedtem, hát tévedtem, ez van. Tulajdonképpen ezt fel lehet dolgozni, ettől még testvérek vagyunk, ettől még Krisztus összeköt bennünket. Lehet, hogy te azt hiszed, hogy nem tudom én, az elragadtatás, a nyomorúság előtt lesz, a másik azt hiszi, hogy utána lesz a közepe. Ettől még lehetünk testvérek, úgy, hogy mindegyikünk a maga meggyőződését meg tudja tartani. Nem kell azokon a dolgokon, ezeken a dolgokon késhegyig menő harcot folytatni. Olyan szempontból könnyen beszélünk talán, hogy mi ezt így megtanultuk, tehát el tudjuk hordozni egymás hülyeségeit, és nem feltétlenül akadunk fenn azon, hogy nem pont ugyanúgy értünk mindenben, de azt hiszem az eklézsiának ezt tanulnia kell, és fontos, hogy senki ne vegye semmilyen sértésnek azt, hogyha az ő proféciának szánt üzenetét a másik nem úgy fogadja, ahogy ő reményli. Illa, te mit gondolsz erről, hogy kell elhordoznunk egymás szeretetben? Hát pontosan ez a kihívás, hogy el kell hordoznunk egymás szeretetben. Azt gondolom, ezt csak alá tudjátok támasztani, hogy akiknek engem kell elhordozni, a nehezebb dolgok van. Azoknak szóval, milyen nehéz. Igen, azoknak milyen nehéz lehet. Szóval Jézus pont erre figyelmeztet az utolsó időkkel kapcsolatosan. Elmondja azt, hogy nehéz idők jönnek, sokan jönnek majd az én nevemben, azt mondják, hogy itt a Krisztus, amott a Krisztus. Mindenféle mozgalmak jönnek, mennek, keresztbe kasul, és ennek pontosan az lesz a következménye, hogy sokakban még az isteni szeretet is meghidegül. És azt gondolom, hogy tényleg ez a legnagyobb kihívás, hogy a proféciát ítéljük meg, de a profétát szeressük. Hát, hogy ne utasítsunk el embereket, ne írjunk még akkor le. Is, ha esetleg nem proféta. Még akkor is, ha esetleg nem proféta, így van. És van olyan? Nem gondolnám. Azt hiszem, na, a lényeg az, hogy és hát ugye csak magunkat tudjuk ismételni, hogyha az Úrral szorosba vagyunk, ha élvezzük Isten szeretetét, táplál bennünket ez folyamatosan, akkor ez talán könnyebbé teszi azt, hogy másokat is szeressünk annak ellenére, hogy esetleg azt gondolnánk, hogy nem érdemlik ezt meg. De egyébként megérdemlik ők is ugyanúgy legalább, mint ennyire mi. Szóval, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy meg tudjunk maradni a szeretetben. És mi magunk se ássunk újabb és újabb lövészárkokat. Jézus
van, egybe vagyunk szerkesztve, összetartozunk, egy test vagyunk, és szerintem ő teljesen máshogy látja ezt a kérdést, mint mi magunk, és meg kell tanulnunk az ő szemével látnunk egymást. Köszönöm szépen. Hát ezzel be is zárnánk ezt a mostani beszélgetésünket. Talán az Efézusi levélből idéznék, hogy felsorolja az egységnek a különböző attribútumait a Pálapostól, és mondja, hogy egy a hit, egy az Isten, az Atya, egy a Krisztus, egy a szellemmel itattunk meg, egy a keresség, és sokkal több dolog van az, ami minket összeköt, mint ami elválaszt. És azt mondja ez, hogy igyekezzünk megtartani a szellemnek az egységét, megőrizni a szellem egységét a békesség kötelében. Hát erre törekszünk mi is, miközben fenntartjuk magunknak azt a jogot, szabadságot, hogy mindent megvizsgáljunk, és ami jó, azt igyekszünk megtartani. Köszönjük a figyelmeteket, és ha Isten is úgy akarja, és élünk, akkor jövő héten találkozunk.